Benesánról beszélgetünk, hiszen egy hatalmas nagy rendezvény zajlott itt az előzőekben. A nomád hagyomány ápolást igyekeztek bemutatni. Kik vettek részt ezen a bemutatón? Igen, egy nagyon szép nap van mögöttünk, nem csak az időjárás volt szép, hanem nagyon sok olyan program volt, amely azt gondolom, hogy a magyar hagyományainkat, a magyar népi kultúránkat is nagyban emelte. Itt nagyon sok lovas program zajlott a lovaspályán, az Uglógerban. Reggel egy nagy lovas felvonulással indult a program, sok helyről jöttek lovasok. Helyből voltak itt a Kovács Mihály Huszárbandériumnak a lovasai, illetve a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesületnek a lovasai, és jöttek több településről hagyományőrző lovasok, a huszárok közül itt voltak a Jászhuszárok, Jászberényből, Ceglédi huszárok, illetve Üllőről jöttek még huszár lovas barátaink, és ezen kívül a Dunamenti, Kisdunamenti Betyárok Egyesülete is megjelent a rendezvényen, úgyhogy összesen 37 lóval indult reggel a felvonulás. Azt gondolom, hogy Karcagon rég volt olyan felvonulás, ami ilyen impozáns és látványos volt, tehát nagyon szép viseletek voltak, meg volt jelenítve több kor a honfoglalásnak a kora, amelyet a csapatunk jelenített meg, akkor a 18. századi huszárságnak a kora, Mária Terézia, a korabeli Kovács Mihály Huszárbandérium lovas csapat képviseletében, illetve a 19. századi huszárok, tehát a 1848-49-es huszár hagyományőrző csapatok is jelen voltak. És a lovaspályán utána visszaérkezve a felvonulásról elindultak a programok, a három idegen ideérkező huszárcsapat tartott egy nagyon látványos huszárkarusszelt, illetve egy nagyon szép és magas színvonalú lovas harci huszár bemutatót. Utána következett a mi csapatunknak a sztyeppei lovas nomádok korszakát megelevenítő lovas harci bemutatója, amelyben szokásosan bemutattuk a korra jellemző fegyvereknek a használatát, az íjnak a használatát, a fokos, a szabja, a kelevéz, a kopja, karikásostor, mint fegyver, illetve a közönség megtekinthette itt a városunkban a régi lovas nomád játékokat is, amely még itt a Nagykunságban a 19. században még élt és élő hagyománya volt, ilyen a lovasbirkózás vagy a köböre program, amit egy feláldozott juval játszottak két célpontra. Szerencsére itt azért csak imitáltuk. Igen, itt már mi imitálni szoktuk, tehát egy kitömött juhbőrrel játsszuk ezt a versenyt, de vagy mutatjuk be ezt a régi ősi nomád játékot, de egyébként a közép-ázsiai sztyeppéken még úgymond rendesen a feláldozott juval vagy kecskével szokták ezt játszani, és a délután folyamán pedig a Kisdunamenti Betyárok tartottak egy nagyon szép kis bemutatót, illetve a Kovács Mihály Huszárbandériumnak volt még bemutatója, és zárásképpen pedig egy nyílt lovasügyességi verseny került megrendezésre, ami a különböző könnyű lovas katonai alakulatoknak mondjuk egy kiképző vagy egy ilyen gyakorló pályája lehetett. Tehát minden lovas hagyományőrzőnek, aki ilyen katonai hagyományőrzéssel foglalkozik, kortól függetlenül, honfoglalástól a 20. századig, ez mindenkinek ajánlott egy ilyen pályát teljesíteni és végigmenni rajta a különböző akadályokon. És hogyan vették az akadályokat a vidékről érkezők, vagy akkor bátor jelentkezők? Igen, itt a versenyen összesen 19 induló volt, tehát ez egy nagyon szép szám, kicsit el is húzódott a verseny, de nagyobb igény volt, vagy nagyobb jelentkezés volt a versenyre, mint előzetesen gondoltuk volna, és hát nagyon jól teljesítettek, az első helyezett egyébként a Balogh Péter csapattársunk lett, a második helyezett viszont egy jászhuszár, a Szabó Zoli barátunk, aki nagyon szépen és gyorsan teljesítette a pályát. Úgyhogy hát hál' Istennek nagyon jól sikerült minden lovas program, és azt gondolom, hogy nagyon nagy látogatottsága volt a rendezvénynek, tehát egy nagyon szép napot tölthetett el a közönség is, illetve a résztvevők is. Akkor itt elmondhatjuk értékelésként, hogy a nomád hagyományok és a huszár hagyományok ma jól elfértek Karcagon. Igen, jól elfértek, egy a gyökerük, tehát azt lehet mondani, hogy az ősi könnyű lovas
katonai alakulatoknak a kultúrájából alakult ki a huszár kultúra is, tehát ugyanaz a lovas kultúra, ugyanaz a lovas harc, ugyanazok a fegyverek vannak használva. Nyilván a huszároknál már leredukálódott egy kicsit, tehát szabja használat van, de ez ugyanúgy megvolt az ősi honfoglaláskori, vagy akár a kunok sztyeppe, vagy bármelyik sztyeppei lovasnépnél is. Hol lehet legközelebb látni ilyen hasonló bemutatót? Igen, hál' Istennek nagyon sok programunk lesz az év folyamán. Most hétvégén Hódmezővásárhelyre fogunk utazni, 8 lóval, lovassal és a segédeinkkel, a csapattal. Az Alföldi Állattenyésztési Napokon fogunk 4 bemutatót tartani, utána Bezsenyszögre megyünk, majd lovasijász versenyre, utána majd Székelyföldön lesz egy bemutató, aztán a Kurultájra fogunk készülni, Hortobágyi lovasnapok, jászkísérő lovasnapokra is meghívásunk van, úgyhogy nagyon sok program lesz, illetve nagyon sok meghívásunk van, úgyhogy ezeket igyekszünk teljesíteni. Amikor elhívják önöket mondjuk egy kis faluba, ahol először látnak ilyen ruhába öltözött lovasokat, hogyan fogadják önöket? Igen, azt gondolom, hogy alapvetően nagyon nyitottak az emberek, és valahol, hogyha mondjuk meglátják a csapatot, meg ezeket az ősi dolgokat, akár a lovas bemutatónkat, tehát ugye a nemzeti öntudat is kicsit jobban megébred az emberekbe, azt tapasztaljuk, illetve tényleg nagyon nyitottak, tehát oda jönnek és beszélgetünk erről a korról, és nagy érdeklődést szoktak általában mutatni. A csapatunkban egyébként elmondható, hogy a fiatalok érdeklődése is nagyon nagy, tehát elég sok fiatal csapattársunk van. Itt például a mai bemutatón is 8 lovassal vettünk részt, 3-an voltunk középkorosztályból, a többiek pedig ilyen 15 és 25 év közöttiek, tehát ennek nagyon örülünk, hogy vannak fiatalok, van egy kis fiatal vérfrissítés, úgymond, ez nekünk is lendületet ad, illetve az a legnagyobb lendületet, hogy érdeklődnek, és ők is szeretik csinálni ezt a programot, amit mi elkezdtünk, és hát bízunk benne, hogy majd tovább is viszik szépen. És hát reméljük, hogy a fiatalok is egyre biztosabban fognak a lovon ülni, hiszen azért nem csak olyan gyakorlatok vannak, amihez ők csak segítenek, hanem legközelebb esetleg ők is bekapcsolódnak a lovas versenyekbe is. Így van, tehát ki kell járni, vagy a ranglétrán végig kell járni. Tehát általában a fiatalok a kicsik segédként kezdik itt az életüket, a pályafutásukat. És hát ha van bennük elég kitartás, meg alázat az egész ügy iránt, az egész hagyományőrzés iránt, akkor megmaradnak itt a csapatban, és akkor lovasok lesznek belőlük. Nyilván ez egy hosszú út, meg rögös is, azt lehet mondani. Tehát elég sok nehézség vagy kihívás szokott az évek alatt előjönni, amit sokan azért nem bírnak, meg hát azt veszük észre azért, hogy kicsit úgy puhul is a világ, vagy gyengül a kitartás is, meg minden, a virtuális világ kicsit elragadja a fiatalokat. Tehát nem könnyű, de azt lehet mondani, hogy sok az ügyes fiatal körülöttünk.